lesz meg majd a, olyan lesz a Mankai első emberes Mars expedíció, ami tulajdonképpen nem, azok is olyanok lesznek, hogy a többnek tapasztalatai alapon alapjöttek. Egyrészt az, az a probléma, hogy amikor ugye a Föld a Mars közelébe jár, hogyha ilyenkor indítunk egy űrszondát, vagy egy űrhajót, amikorra ez odaér, addig a Föld ugye megint messze lesz. Éppen ezért ez háromféle, vagy kétféle, egyre rosszabb, az kétféle módon lehet, csak az működjön úgy, sokkal egyszerűbb, az kétféle módon lehet megoldani. Itt láttunk egy egyszerű ábrát, ez itt a Nap, ez itt a, melyik, ez itt a Föld, itt a Föld, Földpálya, ez meg a Mars pálya. Az egyik lehetőség, hogy elmegyünk a Marsra, de közben ugye a Föld tovább kering, ott vagyunk mondjuk 3 hetet, vagy 4 hetet, mondjuk egy hónapot, és utána egyből jövünk vissza, és ott, hogy valahol, nem, ez egy kicsit bonyolultabb. Mindegy, az a lényeg, igen, ez nem teljesen azt mutatja, közben elkezdtem mondani, az a lényeg, hogy csak egy hónapot vagyunk a Marson, és gyorsan visszajövünk a Földre. Ez egyik lehetőség. A másik lehetőség, hogy elmegyünk a Marsra, és közben ugye a Föld meg lehagyja a Marsot, azért kellett gyorsan visszaindulnunk, hogy még elkapjuk, és a Marson maradunk, és csak később, egy keringéssel, majdnem egy keringéssel később indulunk vissza a Földhöz. Ez sokkal jobb, mert akkor sokkal több időt tölthetünk a Marson, de sokkal rosszabb is, mert sokkal több ideig kell életben maradnunk a Marson. Itt tulajdonképpen több mint 1 éves időtartamok vannak, sőt, ideális esetben elképzelhető, hogy 2 évet maradnának a Marson. Tehát ez az egyik probléma. Akkor menjünk még tovább. A másik probléma az tulajdonképpen a magának a meghajtásnak a problémája, illetve a tehernek a problémája. Furcsán hangzik, de jelenleg nincsen olyan űreszköz, olyan hordozórakéta vagy űrrepülőgép, amivel egy Mars expedíciónak, egy emberes Mars expedíciónak a felszereléseit földkörüli pályára vihetjük. Bemutatót tartanak, el lehet jönni, meg lehet.